az áldozati báránynak járó tapsot szeretném kérni Ludmány Lászlónak. Apuka lettem. Annyira apuka lettem, hogy a boltban a bevásárlókocsit is álomba ringatom, amiben csak babatáp és pelenka van. Annyira apuka lettem, hogy nem volt energiám megtanulni a szöveget fejből. Ahogyan engem is álomba ringat bármelyik tévéműsor, habár a leértékelt vajtól rendesen eufóriába tudok kerülni. Az egyik karom már csak az állandó babaringatástól nagyobb kétszer, mint a másik, de azért a konyhában malackodás az izgalomba hoz, mikor vacsora után kacéran felém fordul és lesütött pillái mögül így szól. Gyere apjuk, ezt a kicsit már edd meg, ne kelljen elrakni holnapra. Ha strandra megyünk, apuka szedben, fecske, póló, szandál, állok csípőretett kézzel a medence szélén, és ítélkezem a fiatal generáció fölött. Hétvégén megnézem mind a 8 híradót, és rosszallóan ingatom a fejem. De legalább gügyögni bármiről tudok, még akár aktuál politikáról is. Igen, a csúnya bácsik nem akarják emelni a pufizuját, és most nem tudja, hogy következő hónapban együnk vagy fűtsünk. Igen. Annyira apuka lettem, hogy elkezdett érdekelni, mi lesz később. Kit fog elvenni a fiam? Remélem, jó gazdag lesz. A cuki kislányok szüleit rögtön kikérdezem finoman a játszótéren. Hogy hívnak? És hogy ismerkedtetek meg? Ha, de cuki, és hány fokig fogtok fűteni télen? Fognak-e még szánkózni a gyerekeim? Mi végül is mindent megtettünk, Greenpeace-esek a profilképek, a David Attenborough sorozatokat nézi mindenki, most már tuti vége lesz a felmelegedésnek. Vajon ugyanezek a problémáik lesznek, vagy lesznek újak? Ők már a megoldáson is fognak gondolkodni, vagy csak tovább fejtegetik mindennek az okát, amitől semmi sem oldódik meg. Aztán az is érdekel, hogy mit fognak tanulni, és kitől. Ja, amúgy angol és tesi tanár is lettem, annyira, hogy van alkalmi és edzős melegítőm, teafilter a zsebemben, és a vihart is Weihörnek ejtem. Ha becsönget hozzánk valaki, azt hiszem órára csengettek be. Beszélgetés közben meg csak akkor hallgatlak meg, hogyha jelentkezel. Ha sört sziszentenél a szövegem alatt, biztos, hogy leíratnám veled 100-szor, hogy ilyet nem szabad. Ha netán csettintgetnél, megállnék, hogy megvárjam a csendet. Annyira tanár lettem, annyira apuka és tanár is lettem, hogy bármit képes vagyok egy erkölcsi leckévé alakítani. Hogyha valamelyik diákom tüntetőleg nem csinál semmit az órán, mondhatom neki, hogy gyerünk fiam, munkára, iskola területén tilos a sztrájk. Annyira tanár lettem, hogy még mindig az vagyok. Még a portfólióm F8 indikátora is 10 pontot ad, miszerint elkötelezettséget és szakmai felelősségi vállalást mutatok munkám iránt. Magas az F8 indikátorom, de nem azért, hogy néma csettintéseket kapjak, hanem hogy egyszer valaki végre fent is csettintsen a tanároknak. Én is csettintek minden szülőnek, aki őszintén megkérdezi a gyerekétől, mi volt ma a suliban. Csettintek minden diáknak, aki tisztelettel néz a szüleire, a fiamnak, hogyha majd bemutat milliómos Katika szüleinek a medencés, rózsadombi villájukban egy koktélpartin, vagy hogyha csak megtanulja megbecsülni azt, aki még akkor is tanítani fog, mikor ő iskolába megy. Köszönöm.